Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Oxigén Televízió regionális híradóját látják augusztus 3-án pénteken. Tovább egyszerűsödik a részletfizetés a NAV-nál. Feltámasztanak a Győr-Siófok vasútvonalat, és országos razziát indít hétfőn a rendőrség. A részleteket hamarosan mutatjuk, előtt azonban következzenek kiemelt híreink. Leégett egy családi ház Szerecsenyben, egy embert kórházba kellett szállítani. A roma holokausztra emlékeztek Győr Szemerén, a szervezők fontosnak tartják a múlt megismerését. Tombol a hőség a győri állatkertben is, fagyit és gyümölcsös finomságokat is kapnak az állatok. Nekünk is melegünk lesz a hétvégén, a kánikula a következő napokban is folytatódik. Híradónk végén részletesebben is elmondjuk, hogy milyen időjárás várható. Kigyulladt egy családi ház csütörtök este Szerecsenyben. A lágok szinte az egész épületet felemésztették. Egy ott lakó férfi meg is sérült, testének 5%-a égett meg. A helyiek azt mondják, az épületben részeges, jobbára munkanélküli férfiak éltek, akik minden lomot hazahordtak, így nem csoda, hogy szinte az egész ház leégett. Teljesen felemésztették a lángok ennek a szerecsenyi családi háznak a tetőszerkezetét, elégett berendezési tárgyak és romok mindenhol, a tűz a szobákra is átterjedt, az épület teljesen lakhatatlanná vált. Nagyon borzasztó látvány volt, meg hát valójában itt a félelmek azon voltak a legjobban elterjedve, hogy hát a szomszédos területekre ne terjedjen át esetleg a tűz. Szerencsénkre volt, hogy ugye előtte való napokban eléggé szép esők is voltak, tehát az, ami odáig száraz volt, az is vizes lett. Hát megijedtem, mert mondjuk egyedül voltam itthon, férjem dolgozik, és akkor így látom nagy füst, kijövök, először az udvarban néztem, utána kijöttem az utcára, mert látom vannak kint többen is. Aztán, de én úgy, hogy mi volt, vagy mit őt gyulladt meg, nem tudom. A helyiek híradónknak azt mondták, munkanélküli részeges férfiak laktak a házban, akik minden szemetet hazahordtak, így nem csoda, hogy az egész ház leégett. Ide hordott mindent, teli itt, ajj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 aj
színét. Összeveszett az egyikkel, aztán megmérgesedett, eldobta a cigarettát, áment, azok ámentek, meg itt maradt, aztán meg is égett, az már ugye elvitték a mentők, aztán nem tudok többet. Most akarok körülnézni, ott a szomszédháznál, hát mégis mi van, ugye? A kisalföld.hu-nak a Győri Kórház orvosigazgatója úgy nyilatkozott, a férfi testének 5%-a égett meg, végtag és mellkasi sérüléseket szenvedett, a lángokat egyébként a pápai tűzoltók 4 vízsugárral fékezték meg. A rászorulóknak sem kell tartani az iskola kezdéstől, indul ugyanis a katolikus Caritas tájékezdési segélyprogramja. A jó állapotban lévő iskolatáskákat, tanászközöket, tornafelszereléseket az Egyházmegyék Caritas központban várják. Az 1356-os adományvonal hívásával pedig a telefonálók 500 forinttal járulhatnak hozzá az akció sikeréhez. Januártól már 500 ezer forint adótartozási kérhető egyszerűbben a részletfizetés a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Ez mindössze egy kérelmet kell benyújtani. A lehetőséggel már minden természetes személy élhet, így nem csak a magánszemélyek, hanem az egyéni vállalkozók és az áfa fizetésre kötelezettek is. A NAV a kérelem alapján évente egyszer automatikusan engedélyezi maximum 12 hónapra a pótlékmentes részletfizetést. Idén az első fél évben már több mint 1300-an éltek a lehetőséggel. A Roma holokauszt áldozataira is emlékeztek Győr Szemerén, ahol a Roma holokauszt történeti konferenciát tartottak. A témák között helyet kapott az egykori elhult szorás, illetve a mai emberek kötődése a múlthoz. Az eseményekkel kapcsolatos legfrissebb levéltári adatok is elhangzottak az előadásokban. Ne felejts címmel Roma holokauszt történeti konferenciát tartottak Győr Szemerén. A Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület szervezésében létrejött összejövetelen bemutatták a Roma holokauszt 1900-as évek legelejétől a II. Világháborúig terjedő időszakát, illetve emlékeztek ezen időszak áldozataira. Kutatják a Roma holokausztnak a témakörét, hogy milyen akár helyi rendeletek, akár országos rendeletek születtek a romákkal kapcsolatosan.
Illetve hát ugye a mai nappal emlékezünk arra az 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszakára is, amikor Auschwitz-Birkenau-ban egy éjszaka alatt több mint 3000 cigány embert meggyilkoltak. Az elhurcolás Győr környékén is több ezer embert érintett. Bár nem ennyire drasztikusan, de a hátrányos megkülönböztetés még mindig jelen van az emberek fejében. Ez ellen pedig már gyerekkorban tenni kell, hangzott el a konferencián. Önök és körülbelül 50-en hallanak. Ez nagyon kevés ahhoz, hogy amit ő akart elmondani, hogy ezt az emberekbe tudatosítsuk. Én úgy érzem, és látom, és tapasztalom a saját bőrömön is, hogy kérem szépen, ez önök, mi, akárhogyan összefogunk, ez mind kevés. Mert az oktatás, arról senki különösebben nem beszélt. Gyerekkortól kezdve már meg kellett volna kezdeni, sokkal korábban. Az emlékezés mellett hangsúlyos szerepet kap a közösségen belül, és azon kívül is a múlt ápolása és megértése, mely sokat segíthet a hasonló tragédiák megelőzésében. Tényleg meg lehet változtatni az emberek szemléletét, hogyha a tényekkel néznek szembe. Ha egy túlélővel beszélget valaki, egészen más emberként éli utána az életét, és azért igen elgondolkodik rajta, hogy bizony abban a helyzetben, abban az időben mit tett volna. Ha már ezen elgondolkodik valaki, akkor én azt gondolom, hogy már sokat elértünk. A levéltári és írásos anyagok kutatásával az elmúlt 100 évben történt események pontosításán folyamatosan dolgoznak. Ezáltal a jövőben egyre részletesebb képet kaphatunk a holokausztról és az áldozatok személyéről is. Elindítja a kormány az úgynevezett marrakesi szerződés ratifikálási folyamatát, tudta meg a HVG. A 2013-ban elfogadott dokumentum engedélykérés nélkül teszi lehetővé, a többi között a könyvek, hangoskönyvek, bráírással készült nyomtatványok előállítását és nemzetközi cserét, anélkül, hogy ezzel bárki megsérteni a szerzői jogi törvényt. Így a fogyatékossággal élők könnyebben juthatnak hozzá a művekhez, mivel nem kell engedélyt kérni a szerződől az átalakításra. Feltámasztanak a Győr-Siófok közötti vasútvonalat, augusztus végén pedig külön vonatot is indítanak, erről a Kisalföld számolt be. A járatot a Bakony Vasút Szövetség szervezi a környező önkormányzatok segítségével a Veszprém-Lepsény vonalon augusztus 25-én szombaton. A szakasz 2007-es szüneteltetése óta Győrből nincs közvetlen vonat Balaton-Almádiba, Balatonfüredre, illetve Siófokra. A megmozdulással erre is szeretnék felhívni a figyelmet. A cél az, hogy az újranyitást követően kialakuljon a Győr-Siófok vasúti tengely, ami hozzájárulna ahhoz is, hogy körbe lehessen vonatozni a Balatont. Folytatódik az első generációs csatornacsövek cseréje a győri belvárosban. Jelenleg az Új Kapu utca ivóvíz és csatorna rekonstrukciója zajlik. Első ütemben a Bástya utca és a Móricz Zsigmond rakpart közötti szakaszon dolgoznak a szakemberek, akik ősztől tovább haladnak majd a Liszt-Ferenc utca felé. Hamarosan újabb belvárosi utcák újulnak meg, az aszfaltozás előtt azonban még bőven akad munka. Dolgoznak a szakemberek a Bástya utca és a Móricz Zsigmond rakpart közötti szakaszon, ez az első üteme az Újkapu utca ivóvíz és csatorna rekonstrukciójának. Most hétfőn reggel kezdődtek a munkálatok, forgalomtechnikával kijelölik a terelő útvonalat, ugye a leggyakoribb irány itt az, hogy feljönnek a rakpartról, hát itt most nem mehetnek egyenesen, nem térhetnek le a belváros a Batthyány tér felé, hanem jobbra fordul, balra fordulva kell kikerülni a Bástya utca felé, jutnak el a mély garázsba. Aszfaltmarással kezdődnek a munkálatok, és utána pedig jön a földmunka, és fokozatosan cserélik a vezetéket. Már egy bevált módszer az, hogy egyszerre körülbelül 10-15 méter szakasz van nyitva, ezen dolgoznak, és úgy folyamatosan haladnak előre, hogy ezzel végeznek. Sokszor akár 4 méter mélyen is kell majd dolgozniuk a szakembereknek, akik az első generációs elavultak helyett a legjobb minőségű csöveket fektetik a föld alá. Az első generációs beton csővezetékek, azok a szennyvíz hatására korróziónak vannak kitéve, és egyre elvékonyodik a faluk. Ameddig tudják, bírják a vezetékek, de kell cserélnünk. Nagyon sokat cseréltünk már, de még bőven van feladat. A munkálatok várhatóan iskolakezdésre befejeződnek, a felújítás azt követően a Bástya utca és a Liszt-Ferenc utca közötti szakaszon folytatódik majd.
Nemzetközi klarinét fesztivált és versenyt rendeznek Győrben augusztus 28-a és 31-e között. Az eseménynek minden évben más ország ad otthont. Idén az Európai Klarinét Szövetség választása a Kisalföldi megye székhelyére esett. A programot Varga Gábor klarinétművész és a Győri Filharmonikus zenekar állította össze. A fesztivál 4 napja alatt több mint 100 művész lép fel a városban. A koncerteket a Richter teremben, valamint az egyetemi hangversenyteremben tartják. A műsor több európai és magyarországi ősbemutatót is tartalmaz. Országos razziát indít a rendőrség augusztus 6-án hétfőn. Az egy héten át tartó akció célja, hogy kiszűrjék a forgalomból azokat, akik túllépik a megengedett legnagyobb sebességet, amivel a közlekedés biztonságát veszélyeztetik. A fokozott ellenőrzést az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózatának éves terve alapján hirdették meg. Gyümölcsökből és natur joghurtból álló hűsítő finomságot kaptak a győri állatkert lakói. A csemegét a zoo táborozó gyerekek készítették el az állatoknak. A gondozók a forró napokban még nagyobb gondot fordítanak a park lakóira, akik közül a legtöbben nem viselik túl jól ezt a forróságot. A napok óta tartó tikkasztó hőséget az állatkert lakói sem viselik könnyen. Vannak persze olyan fajok, akiknek meg sem kottyan egy kis meleg, a legtöbben azonban ilyenkor az árnyékot vagy a hűsítő vizet választják. Minden fajnál másabb a meleg, tehát valakinek eleve az élőhelye is olyan, hogy nem meglepő a 40 fokos hőség. A medvék amúgy sem aktív állatok, ilyenkor még szívesebben húzódnak árnyékba, pihennek a barlangjukba. Valaki ilyenkor sokkal többet használja a medencéjét, mint például a tapírok, szinte egész nap csak a fülük, szemük és apró ormányuk látszik ki a vízből. A gondozók a forró napokon még jobban odafigyelnek az állatokra. A tartós meleg ugye nekünk is megterhelő, az állatok szervezetét is megviseli. Nyilvánvaló itt az állatkertben mindenki futót úgy alakítottunk ki, hogy ilyen esetben ugye aki szeretne árnyékba tud húzódni, egyes állatoknak, a tapíroknak dagonyát készítünk, ugye ott van a medencéjük, abba is tudják magukat hűsíteni, sokkal nagyobb figyelmet fordítunk a vízcserékre, folyamatosan tiszta, friss vizet kapnak az állatok. Vannak állatok, amelyek még fagyit is kapnak. A natur joghurtból és gyümölcsökből álló finomságot az zootáborozók készítették, jutott belőle bőven a park lakóinak. A medvék lomhán eszegetik, az apellák pedig játékosan kóstolgatják a frissítőt. A gondozók a majomféléket egyébként a nagy melegben, főként lédús gyümölcsökkel és zöldségekkel etetik. Horgászversenyt rendeznek Tatán augusztus 5-én, vasárnap a Cseketónál. A programot a 4. Neszmély borünnep és halnapok részeként szervezik meg. Bármely egyesületi tag nevezhet, az állami horgászengedély azonban alapfeltétele a részvételnek. A tóba 10 mázsa halat elsősorban pontyot telepítettek át, hogy a versenyen szép, egészséges, jó minőségű halak akadjanak majd a versenyzők horgára. Drágulni fog a sör a következő hetekben. A főzdék azért emelnek árat, mert a szárazság miatt jóval kevesebb és gyengébb minőségű árpa termett, amely a sör egyik legfontosabb alapanyaga. Nehezíti a helyzetet, hogy a gabonáért még itthon is euróban kell fizetni, ami a gyenge forint miatt még tovább drágíthatja az előállítást. A Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete szerint a folyékony kenyér akár 15%-kal is többe kerülhet. Az ágazat szereplői azonban abban bíznak, hogy nem esik vissza jelentősen az éves sörfogyasztás, már csak azért sem, mert az első fél évben 3,5%-kal emelkedett a forgalom. Leégett egy családi ház Szerecsenyben, egy embert kórházba kellett szállítani. A roma holokausztra emlékeztek Győr Szemerén, a szervezők fontosnak tartják a múlt megismerését. Tombol a hőség a győri állatkertben is, fagyit és gyümölcsös finomságokat is kapnak az állatok. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárásra számítsunk a következő napokban. Csapadékmentes lesz a szombat, igazi nyári strandidő várható, kánikula így érkezik az ígéretek szerint. Szombaton hajnalban 21 fokot mutatnak majd a hőmérők, de a reggeli órákra ez a 21 fok 30 fokra fokozódik, és a kánikula a továbbiakban is csak feljebb emeli majd a hőmérsékletet, 34 fok körül alakul, vagy inkább a fölötte a szombati maximum. Erős UV-sugárzással kell számolni napközben, és a hőségriasztás továbbra is érvényben van. Szombaton az éjszakai órákban 25, amíg az esti órákban 29 fokot mérhetünk majd a tiszta időben.
Aztán a folytatásban is hasonló időjárásban lehet részünk. Csapadékot nem mondanak a meteorológusok északnyugatra. Vasárnap a kánikulában napközben 34 fok körül alakul a maximum érték, de inkább a fölötte, amíg hajnalban és éjjel 26 fokot mutatnak majd a hőmérők. A hétfő sem hoz csapadékot a térségbe. Hajnalban és a késő esti órákban 23 fok lesz, ekkor lehet majd szellőztetni, napközben pedig 31 fokot mérhetünk majd. Kedre is hasonló időjárást mondanak, a szinte felhőmentes időben napközben 30 fok körül alakul a csúcsérték, hajnalban és este pedig 21 fokot mérhetünk majd. A napos időszakokban erős UV-sugárzással kell számolni. Kedves nézőink, Önök az Oxigén televízió műsorát látták augusztus 3-án, pénteken. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híradóval legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk majd. Jó hétvégét kívánok, jó éjszakát, a viszontlátásra! Thank you.